2010. június 6-án már egy árhullám levonult a Tornapatakon. Aznap már zsákoltunk az erdészet utáni részen Devecserbe. Az egy sima, akkor is magas volt az eső, és a lehullott csapadék mennyisége óriási volt. Az akkori polgármester ugyanúgy, mint ahogy szerintem most két hete, tehát mondta, hogy itt nem lesz árvíz, mindenki tudott róla, csak a patak nem. És ez az esős nyár, ez végig kísérte júniust, júliust, augusztust, szinte nem volt olyan hét, hogy nem esett eső. És a technológiai hiba, vagy az előtte kirótt természet károsítási bírságok miatt ammal ezt az esővizet nem tudta kezelni. Gyülemlet, ez az én feltételezésem, nem vagyok szakember. És negyedikén egy szeles napon ez a szerintem több méternyi vízoszlop olyan erős mechanikai ütéseket mért arra a cementet nem tartalmazó salakból készült gátfalra, hogy nem bírta a nyomást, és az én satszolásom 1,5 millió köbméter, a hivatalos papírokban 600 ezer, azt mindenféle szám szerepelt itt. Ez a kiömlő vörös iszap az előttünk elterülő völgybe a vasúti töltést megmosva. Itt Kolontáron egy új lakópark volt, hát a lakópark házakkal volt tele, ezt az egész területet elöntötte, és a Tornapatak medrébe nem tudom hány perc késéssel Devecserben Várkerten keresztül ugyanúgy a mélyebben fekvő lakott területeket elöntötte. Nagy Gábor mentőápoló úrral beszélgetünk. Hogyan emlékszik vissza ezekre a szörnyű eseményekre? Hát borzasztóan, nagyon nehéz volt, meg nehéz most is visszaemlékeznem. Ez 2010. október 4-én történt, hát ebéd után volt, 12:30 körül volt a riasztásunk. Hát elsőnek érkeztem a katasztrófa színhelyére, Devecser húsüzemhez riasztottak bennünket egy sérülthöz, akit még nem tudtunk, hogy mi történt vele. És mikor megláttuk, a borzasztó látvány ért bennünket, a gépkocsizetőmmel együtt, ahol ugye az iszap jelenléte meg egy sérült ember fogadott bennünket. Hát ugye azt elláttuk, és akkor azt elszállítottuk Vajkára. És visszaérve, ugye Devecserbe jöttünk vissza, mert máshol nem tudtuk menni. Akkor Devecserbe szintén a kastély épületét láttuk. Tehát odaértünk vissza, ahol már több sérült fogadott bennünket. De ott már volt segítség, és ott már több mentő, egy mentő autó volt a helyszínen, ahol el voltak látva már sérültek, el voltak kötve. Aznap este 19-re is szolgáltam, de hát nem tudtam elmenni haza, mivel hogy ez volt az a katasztrófa. Tehát 12:30-kor értem haza a lakásomra, akkor tudtam lepihenni, és ugye utána be voltunk osztva, tehát ilyen szolgálatokra, tehát a kivonulállomány mellett még, ahol szolgálatot kellett látni éjjel-nappal, hát Devecserben láttuk ezt. Én mindannyian mondtam, hogy nagyon rossz volt a látványfogadás bennünk, és utána is több napon, több heteken keresztül ezen voltunk. Én saját magam is elborzadva, hogy is történhetett ilyen a 20. században. A Devecsernek legjobban elöntött részén vagyunk most, ahol később az emlékpatrix tisztavak lettek elkészítve. Itt 19 bontási blokkban megközelítőleg 267 ház lett elbontva. Az első napokban még nem tudtuk, hogy mi lesz velünk. Mindenki próbálta menteni még, ami menthető. Nagyon a területre se tudtunk bejönni, mert le volt zárva rendőrségileg, tehát a lakcímkártya kellett ahhoz, hogy belépjünk. Később, amikor a katasztrófa védelmi törzs áttelepült Devecserbe, akkor külön belépők voltak. Aztán kifogytunk lassan a munkából,
akkor még jó volt, szinte minden héten volt több lakossági fórum is, ahol legalább az emberek kiadhatták a dühüket, nem mondhatták a sérelmeiket, vagy hogy mit várnak azért, amit történt, vagy mit szeretnének. Aztán hál' Istennek megszületett az a döntés, hogy nem engedték meg azt, hogy az emberek bemaradjanak a házaikba, hisz ez a lúg statikailag megváltoztatta a beton kötését, meg mind a 2014-es szeszélyes időjárás is bebizonyította, tehát hogyha itt állnak a házak, akkor most újra csak most nem vörös iszap, hanem sima víz öntött el. És itt bontásra került a Devecsennek megközelítőleg az egyharmada, majd a város túloldalán felépült egy Makovec lakópark, ahol a lakók elköltözhettek, aki az új építésű ingatlant választotta, lehetett választani használt házat. A rengeteg ember jött ide az első hónapokban segíteni, merni az iszapot a házak udvaráról, ami jó érzés volt, hogy ennyi ember segít rajtunk. Kis Devecser az összefogás városa, azóta is ezt használva van ez a szlogen. Aztán az állam hozott egy törvényt, és helyt állt a keletkezett károkért, tehát ezért is épült meg a lakópark, és ezért nem kellett sok embernek kereskedni a mallal, hogy ingatlannak legyen. Ez az egész a harmadik napon ugye Orbán Viktor megtette a kijelentését, hogy ez egy ipari katasztrófa volt, onnantól az emberek el lettek vágva attól a lehetőségtől, hogy a rendelkeztek biztosítással a biztosítójuk fizessen. Ez még jobban hergelte akkor a kedélyeket, hisz a biztosítók megmondták, adtak 100-120 ezer forintot minden biztosító, és ők le tudták ezt, éltek az üzleti lehetőséggel. Majd jött az állam ezzel a helytállással, ami megmutatkozott abban, hogy kifizették a zöld kárt, gyümölcsfák után, mezőgazdasági termények után, elhullott állatok után fizettek, a gépjárműkárat kifizették, és az ingatlanokat felértékelték, aminek arányába lehetett venni használt ingatlant, vagy lehetett menni az új lakóparkba. Sétálóutak meg lettek újítva, új padok lettek, a várkertünk mögött helyezkedik el az új öltözőnk, az előtt pedig az új focipályánk, ami a régi focipálya helyén van. A devecseni sportbarátok rengeteget vártak arra, hogy újra hazai pályán tudjanak szurkolni a focistáinak. Az első blogban megcsinálták a pergolát, aztán utána jött a játszótér, ez a gumispálya, és utána jött a Makovec kápolna. Jó vagy itt? Jó. Minden rendben, egymásra odafigyelünk. Most azt mondom, Devecserbe talán ez a közbiztonságilag ez a legjobb hely. Mindenki figyel mindenkit, ugye maga a... Régi gondolat. Igen, de amúgy is. Az idősek is költöztek ki, nem csak fiatalok. Heterogén az összetétel. Én a régi szomszédaimmal jöttem, tehát én előtte felhívtam őket, hogy leszünk-e újra szomszédok, azt ugyanúgy jöttünk ki. Tehát a Feri bácsi az előtte is ott lakott, Dávid Pityi ugyanúgy a szomszédom, szembe szomszédommal is jóban vagyok, kert szomszédnak is köszönöm, meg beszélgetünk is. Tehát ahhoz idő kell, hogy a megszokott 10-15-20 éve ott élő emberek, ahogy elköltöztek új emberek mellé, hogy újra ugyanúgy megnyíljanak. Ahhoz az idő van, hogy itt a kisebbség is van. Igen, hát amikor én felhívtam a Feri bácsit, akkor mondta, hogy Jóska, persze, hogy leszek a szomszédod, a te házad, ugye tudod, hogy kevesebbet fog érni, mint az enyém, de Feri bácsi olyan ember, akire a lakáskulcsomat rábíznám, de a lakóparknak a Kodály Zoltán, nem Kodály Zoltán, Eszterházi, másik nagyzene szerzőkről elnevezett legutolsó utcájában, hogy ott van a Liszt. Köszönöm. Lisztferezben ott vannak Orsós, két Orsós család, Horváték, tehát ugyanúgy élnek közöttünk. Ugyanúgy minden lakópalot kéri főzőversenyre az ő postaládájukba is bedobom a meghívót, mert ugyanúgy bedobom. Meg az is köztudott, hogy akkor a kormány, ha
ha jól tudom, 60 millió forintot elkülönített, és abból lett házat Aldankó telepen élő lakóknak, de ezzel semmi gond nincs, mert annak ellenére, hogy ugye hőbörögtünk sokan, meg hőbörögtek, hogy hát olyan házuk se volt, mint sok embernek a garázsa, de valahol őnekik is élni kell, meg szerintem nem tőlem vették el, mert ha tőlem vették volna el, akkor nem lenne ilyen házam. Tehát abból, ahonnan de az én házam kikerült, az ő házuk is kikerülhetett az adófizetők pénzéből, és ebben semmi rossz indulat nincs.